Uram, mondd meg, mit tegyek, hogy igazán meglegyen a te akaratod. Téged akarlak szolgálni, de nem találom az utat. Na, mi lesz? Ebédelünk! Már is megyek! Látjátok? Csak kérni kell. Kérjetek és adatik. Vehetek még egy almát is? Nem! Na tessék, ha nem mindig válik be. Nevezzük ezentúl csak oratóriumnak. A latin orare szóból, ami annyit tesz, imádkozni. Te vezérhetél engem ide. De nem értem, hogy miért. Miért, Istenem? Mi ez a paradicsom? Mondd meg, adj jelet, Istenem! Mi ez a paradicsom? Ah, köszönöm, Uram! És mit mondott neked Isten? Azt hiszem azt, hogy a helyem az indiákon. Az indiákon? Igen. És ezeket viszed magaddal? Szeretem ezeket a gyermekeket. Megértetem velük, hogy bár az arcuk maszatos, akkor is angyalok. És nekik is joguk van a mennyország egy szegletére. A mennyországot ki kell érdemelni. Imádsággal és vezekléssel. Hogy merészelsz feleselni velem? Ha? Nem holmi táncol és énekkel. Miért, ha énekelnek és táncolnak? Teli vidámsággal a mennyország kapuja zárva marad. Köszönöm, Aurélio. Jegyezd meg, hogy csak is a papok beszélhetnek Istenről. Inkább a mennyországot választom.